Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit nagy-nagy-nagy-nagy szívvel. Jelenleg a színpad előtti területen foglaltam itt a nagy-nagy prés mellett helyet, mert innen én is mindent nagyon jól látok, reményeim szerint ugyanúgy, mint önök. Arra kérnék mindenkit, aki itt van, hogy egy kicsi hangpróbával teszteljük le azt, hogy hogyan értik mindazt, amit mondok, milyen a hangtechnika. Egy jó nagy tapsot szeretnék kérni, hogy hányan is vagyunk? Nagyon-nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen, hiszen ezzel a tapssal gyakorlatilag köszöntünk egymásnak. Imárom 35. alkalommal megrendezésre került halasi születi napokon, szombati napon, itt a Kiskunhalasi Lovardában. Egy új helyszínen, egy megújult környezetben, egy megújult programmal. Arra törekedtek a szervezők, hogy mindenki a lehető legjobban érezze magát ezen a napon is, itt ezen az új helyszínen. És mint ahogy már megszokhattuk, már is kezdődik a felvonulás, és legelől, ha jól látom, a Huszár Bandérium érkezik. Beszéljünk össze így a színfalak mögött még. Amikor ideérnek a színpad elé, akkor amikor én kérlek benneteket, akkor köszöntsük őket egy nagy-nagy ovációval. Így röviden ennyit kérnék csak, ezzel mi összebeszéltünk, és szerintem nekik is okozunk egy kis meglepetést. Szóval, hölgyeim és uraim, a pályán már itt vannak, megérkeztek a Huszár Bandérium lovasai, akiket köszöntsünk nagy-nagy szeretettel. Mindeközben várjuk polgármester urat itt a présnél, hiszen az ünnepélyes ceremónia nélküle el sem kezdődhet. Érkeznek a hátas lovasok is, akik ugyanúgy kérik a nagy-nagy tapsot és a nagy-nagy köszöntést. Köszönöm szépen, hát szervusztok! Nagyon jó. Érkeznek folyamatosan a lovasok, akik közül egy valakit megkérünk, hogy álljon meg itt egy kicsit a présnél, legyen kedves. Leintünk. Nagy tapsot szeretnék kérni, hiszen megjött Gyova István polgármester úr is, akit ezúton is szeretettel köszöntök. És az a helyzet, hogy arra szeretném megkérni a polgármester urat, hogy a már klasszikus szentelés helyett most csináljuk azt, hogy egy korty mustot csavarjunk ebben a présből, csak azért, hogy tudjunk adni a lovasoknak is. És akkor most kérnék szépen egy kis biztató tapsot, jó? Mert ez egy olyan művelet, ami ez elengedhetetlenül szükséges. És akkor kezdődik a préselés, ahogy látható egyébként akadástól akadásig. Itt volt egy nagyon jó szakmai segítségünk az elején, és ahogy így elnézem, nagyon jól csöpög, csurog, ahogy ez kell, a prés megteszi a munkáját. Polgármester úr, kiváló munkát végzett. Köszönöm szépen, nagyon remek. Elég is volt szerintem ennyi. Gratulálok! Ebből is látszik, hogy már nem először tettünk ilyet. És ott az eredmény. A friss must, a már 2014-es, a 35. halasi születi napokon. És kinek adhatunk belőle, szól itt a kérdés. Lovak nem bírtak megállni, semmi. Ki lenne az első kóstoló, így a nézőkhöz fordulok? A legbátrabb kezet kérném a magasba. Oda kedvesek, köszönöm szépen, hisz a polgármester úrnak nem lehet nemet mondani, ahogy ő kéri ezt, hogy az első kortyot felajánlja. Azt hiszem, hogy ez mindent megér. Nehogy megásson. Jó savanyú. Ugye? Nem savanyú? Megkóstolja? A kóstoló közben elárulhatom, hogy 26 fogat állt be a sorba, úgyhogy igen, látványos felvonulást fogunk majd együtt nyomon követni itt a színpad előtt, tehát 26 fogat érkezik hamarosan, amelyek természetesen ugyanúgy, mint a lovasok, elvonulnak majd itt a színpad előtt. Természetesen őket is bemutatjuk, és az első fogatnak majd átnyújtjuk, a polgármester urat megkérjük, átnyújtjuk majd a friss mustot, amelyet sikerült a présből előcsalogatnunk.
Mindeközben egyébként egy-két szót a mai napról, hiszen, mint ahogy mondottam, jönnek majd a fogatosok, utána a menetben jönnek majd az ostormenetesek, jönnek a borlovag, jön majd a mézlovagrend, és még sorolhatnám, hiszen igen színpompás menet fog itt majd a színpad előtt elhaladni, ami után természetesen jönnek majd a köszöntő és a megnyitó szavak is, és utána kezdődik majd az a műsor, amely élettel tölti meg ezt a csodálatos színpadot. Mindeközben már jelezték nekem, hogy már az első fogat felbukkant. Hosszú utat tettek meg egyébként, míg eljutottak ide hozzánk, és hát három helyen meg is állt a menet, mind a három helyen táncot és finom kis muzsikát hallhattak az úton nyomon követők és az ott lévők. És hogy mennyire színvonalas a menet, erről mindenki meggyőződhet a saját szemével is. Most már igazán egy percen belül, hiszen már önök is látják a pálya szélén, ahogy a lovasok felvezetik a sort, amely a fogatosok sora. Ez Kovács Tibor elől az első lovon, aki Úrton Rihárd követi őt, és majd arra kérlek mindenkit, hogy amikor ők is beérkeznek ide a színpad előtti térre, akkor köszöntsük őket is nagy-nagy tapssal, hiszen ők is nagyon-nagyon-nagyon készültek és várták ezt a pillanatot. Tegyük együtt emlékezetessé. Most szólalt az a nagy-nagy taps és egy kis ováció, ha kérhetem. Köszönöm! Szép jó napot, szervusztok! Nagyon szépek vagytok! Hello, hello, hello! Ez egy jó válasz volt. Az első fogaton pedig szeretettel köszöntjük Horthy Lászlót Kiskunhalasról, és a lovakat is, Dálmát és Boglárt. Már is átadja a polgármester úr az első frissen csavart mustot, innen a szület megnyitásaként, és át is adva nekik. Nagy-nagy szeretettel. Az első kocsi után itt a második, Darányi Dávid kér egy nagy-nagy tapsot. A ló neve egyébként Marina és Manó, gyönyörű szép. Szervusztok! És már érkezik Hegyi István, feltartott ostorra, gyönyörű lova, kicsi öcsi. És a Zita, itt van Szemerédi Dezső, Harkakötönyből, Regina és Levkével, Tóth Zoltán, Babával és Szőkével, nagy szeretettel köszöntjük. Itt Rózsa Zsolt, Imre Hegyről, Vörös Ördöger és Vadorzóval, gyönyörűek vagytok, sziasztok! Azt hiszem, hogy Vörös Ördög és Vadorzó már is belopta a szívünkbe a kis pofikájával magát. És ahogy elnézem, már itt is vannak. Szalai Zoltán, Pömpivel és Tündérrel. Szép jó napot, szervusztok! Jön, érkezik kis Sándor is, Jackivel és Jessica-val. Szép jó napot, szervusztok! Gyönyörűek vagytok! Kis Sándor elhajt. És Veszedics Ferenc is megérkezett tüzessel és kentával. És ahogy így nézem, a lovasok mögött Kardos István robog belénk. Hú, de gyönyörűek vagytok. Jaguárral és Párduccal. Nagy-nagy tapsot kérek, köszönöm. Kardos István, Jaguár és Párduc után pedig a lovasok is köszönik a tapsot, igen, nagyon csinosak és szépek voltatok. És hát mivel táncoltak meg énekeltek is, úgyhogy hamarosan jön a következő fogadsor, akiket szintén kérlek, hogy ugyanígy köszöntsük. Köszönöm. Gyorsan cseréltünk egyet, csak azért, hogy ebben legyen egy kicsit
karcosabb a hangom. Köszönöm, nagyon jók vagyunk. Ha jól látom egyébként, itt már tábla is van a fogaton. Egy gyönyörű gólya. Gólyafészkes óvoda, ha jól sejtem. A református óvodások, akik érkeznek. Csáki Szabolcs és a gólyafészkes óvoda. Szikra és Kitti, nézzék, milyen szépen mosolyognak. Nagy-nagy taps, sziasztok! Szevasztok, ovisok, hello! Azt a vágtát, amit látunk. Görmő László érkezik, és aki ilyen szépen húzza őket, ő nem más, mint Gyömbér. Szervusztok! Miske Istvánt is köszöntjük szívből, fecskével és Urfival, szervusztok! És még egy kedves aranyos, akit úgy hívnak, hogy Pöttöm, Miskei Tamás pedig az, aki hajtja őt, gyönyörű szép, szervusztok! Tehát ő volt Pöttöm, és ha jól látom, újabb tábla így van, a Vivó István gimnázium integet, de nagyon, Hatvani Attilával, és Csillag, aki őket húzza. Csodálatosak vagytok. Kovács Artúr és Csenge, valamint Liza is integet. Sziasztok! És már érkezik a következő csapat, ha jól látom. Makai Tibor és Kata. Makai Tibor is emeli a kalapját, ahogy az kell. Szervusztok! Sziasztok! Őt követi Ács Károly, Linda és Csárli. Jól látom? Nem, a Sziládi Református Gimnázium. Nagyon jó. Szevasztok! Tapsot szeretnék kérni ismételten Hadkerti Ferencnek, Tulajdi Miskei Transznak, Sólyomszem jövőbelátóval. Szervusztok! Szép jó napot kívánok! Hadkerti Ferenc is befutott a Tulajdi Miskei Transz képviseletében Sólyom szemmel és jövőbelátóval. Gyönyörűek vagytok, szervusztok! És kísérik őket a lovasok, akik szintén köszönik a tapsot. Nagyon szépen! Gyönyörűek. A lovasok épp úgy, mint a fogatok, és ha jól számolom, akkor fogatból még van kereken 4 vagy 5 fogat, akit még szeretnénk köszönteni itt a színpad előtti területen, akiktől szintén kérünk majd egy nagy-nagy tapsot. Ezt nevezem. Az ostorosok. Nagyon jó szól. Most szólhat a nagy-nagy taps. Gratulálok nektek. Köszönöm. Ezt nevezem, jön a meghajlás. Újabb tapsot kérnék szépen ennek a remek lovaspárnak.
Szervusztok! Nagy tapsot kérnék szépen Tulajdi Halastraktól hajtói Földi Zsolt, Holló és Herceg voltak ilyen szépen elvágtatott itt a színpad előtt. Gyönyörűek voltak. Reményeink szerint még 5 fogat érkezik. Mert olyan tündériek a fogatosok, mikor elhaladnak és integetnek ott még menetbe el. És halljuk a hangukat. Gyönyörűek vagytok. Most szólnak, hogy a DM áruháznál van a menet vége, úgyhogy már mindjárt ide érnek. Addig gyors programajánlat, megpróbálok lassan beszélni, és akkor kitöltöm az időt. Azt már látom és azt már tudom, hogy a megnyitó beszédek után jön majd a Kiskunhalasi Városi Fúvós Zenekar. A várva várt halas táncegyüttes műsora reményeink szerint olyan 3-4 magasságába veszi kezdetét. Utána jönnek a Kiskun táncegyüttes műsora. Őt követi a Szaplovica táncegyüttes, akik már a Marosról érkeztek. 5 óra körül lesz a Tisza táncegyüttes Magyar Kanizsáról. Aztán jönnek a LED hagyományőrzők egy különleges táncbemutatóval. Lesz majd a Baranta bemutató 17:30 magasságába. 6 óra körül egy különleges csikós bemutatót szeretnék önöknek prezentálni. Aztán már látom azt, hogy a Pőr Táncház és a Déli Kert Napsugár Táncegyüttes és a Déli Kert Mödörgő Táncegyüttes egy különleges előadással melegíti be a nagy színpadot, ahol 9 órakor lesz a Besodrom koncertje, amire szerintem nagyon, de nagyon sokan kíváncsiak vagyunk. Aki már hallotta a Besodromot élőben játszani, azt tudja, hogy fantasztikus muzsikusok és fantasztikus zenészek ők. 10 óra 30 perckor este lesz egy különleges meglepetés, amiről még én sem mondhatok semmit. Majd 11 óra magasában lesz majd a Transzilmánia koncertje. Ők zárják ezt a mai napot, itt a 35. halasi születi napokat a Kiskunhalasi Lovardába. És ha jól látom, igen, jön már az első fogat. És ha sejtem, a 22-es számú lesz. Ezt Mónikának sugom, mert ő az, aki látja a számokat. Én csak a betűket ismerem, a számokhoz nem. Igen, tehát 22-es. Akkor most kérnék egy tapsot Márta Benőnek, aki már is befutott és itt van. A két ló pedig Betyár és Pákó. Szeretettel köszöntünk, sziasztok! A Pákó az nagyon csinos volt most. Kicsit fogyott, de jó, jó. A fodrász az jó munkát végzett, látom. Nagyon csinos lett. Újabb lovasok érkeznek a pálya elé, akik szintén azért szeretnének köszönni. És ha már jönnek és köszönnek, akkor ők is kérnek egy tapsot. Sziasztok!
Megnyugtató az, hogy most már látom a fogatokat, úgyhogy ők is érkeznek, és őket is felvezetik majd a lovasok. Szervusztok, Isten hozott benneteket is. Üdvözlöm. Jó. És akkor nézzük a számot. 23. Opócki László érkezik elől, Diegóval és Basával. Nagy-nagy tapsot kérünk szépen. 24-es követi őt Vince János, bogárral és citrussal. És ha jól látom, Wolford József ötömösről, fecskével és bogárral. Így van. Wolford Józsefet is köszöntjük szeretettel. Huszonhatos számmal Bor László indul meg a fogattal, és jönnek a nevek is a négyes fogadból. Táncos, tüzes, sárkány és szellő. Bor Lászlóéknak is kérnék szépen egy nagy-nagy tapsot. Köszöntjük a fogatot, szervusztok! Jaj, de szép! Na, ez egy külön tapsot megérdemel. Jó, szerelvényigazítás. És már mehetünk is. Ez szép volt, gratulálunk! Az egyik legfiatalabb lovas. Szevasz, sziasztok! Koppány! Most következik az, hogy óvatosan kiengedik a hátsó kapun az elhajtott fogatokat, és utána érkeznek a gyalogos menet résztvevői, akiket szintén nagyon, de nagyon várunk már ide a színpad előtti területre. De hát ők is nem egy-két kilométert tettek meg, hogy eljussanak ide hozzánk, úgyhogy ezért is köszöntjük őket majd nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy tapssal. Színvonalas a rendezvény, nagyon jó barátságokat látok, barátokat, gazdaköri társakat, tehát úgy látom, hogy a kiskunhalas életé az folyamatosan a
a civilekről és a közösségről szól. Hát nyilván azért itt a következő hetek, hónapok előttünk levő időszakok most egy kicsit a választásokkal is terhetebbek. Látom, hogy mindenki kicsit aktívabban beszélget, kicsit akár kampányol is. Én úgy gondolom, hogy jól van ez így, ahogy van. Ezek mindig részesei ezeknek a rendezvényeknek, eseményeknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai rendezvényen mindenki egy kicsit ki tudja beszélgetni a legfontosabb híreket, információkat, kampányhíreket is. De persze nem feltétlenül erről kell, hogy szóljon ez a rendezvény, hiszen a közösségek általában, ezek a rendezvények, a közösségi rendezvények általában arról szólnak, hogy megmutassuk magunkat, őrizzük a hagyományunkat, és megmutassuk azt is, hogy mire vagyunk büszkék. Én úgy gondolom, hogy a kiskunhalmasiak a következő években egy újfajta vidékfejlesztéssel fognak találkozni. Ez nem csak a vidékfejlesztésre igaz, hanem összességében az európai uniós támogatásoknak a felhasználására is. Ezt el kell mondjam, hogy több mint 34 milliárd euró fejlesztési források érkezni a következő 6 éves időszakban, immáron csak lassan 6 évről beszélhetünk. Ebből több mint 3,4 milliárd euró pedig a vidékfejlesztésre fog koncentrálódni. Azt gondolom, hogy az a szalta célkötőzésre fognak találkozni a kiskunhalmasiak is, amit többször is már elmondtunk. Elsősorban a kis és közepes családi gazdaságok erősítésére szeretnénk ezeket a pénzeket felhasználni, de úgy gondolom, hogy az önkormányzatok számára is egy új kihívás, egy új lehetőség lesz ezekkel a pénzekkel jól sávfárkodni. Főleg azok az ágazatok számíthatnak jó pályázatokra, akik állattenyésztéssel, kertészettel, tehát magyarán munkaintenzív ágazatban dolgoznak, és valós esélyük van arra, hogy munkahelyeket őrizzenek meg és hozzanak létre a vidéken. Ezek pedig azok az ágazatok, amelyek munkaigényesek, munkaintenzívek. Hát én úgy tudom, hogy a kiskunhalmasi környéken is azért ezek az ágazatok igen erőteljesen jelen vannak, gyümölcstermesztéssel, szőlészet, borászat. Hát ezeket az ágazatokat kiemelten kívánja kezelni a kormányzat, hiszen itt azért még tudunk erősíteni. Egy jó integrációval és egy jó együttműködéssel, feldolgozóipar nagyon komoly fejlesztésével szeretnénk következő 6 évben élni, ez a lehetőséggel élni, és ezáltal versenyképessé tenni az ágazat szereplőit. Az nagyon fontos egy település életében nyilvánvaló, hogy a település vezetője, vezetősége milyen összetételű, és mennyire tudja agilisan és jól átlátni ezeket a lehetőségeket. Mi a kormányzaton belül azon dolgozunk, hogy minden önkormányzat számára a lehetőséget biztosítani tudjuk, az információkat el tudjuk juttatni. Ez nyilván nagyon fontos egy jó együttműködés is. Én úgy gondolom, hogy ez Kiskunhalason és a következő időszakban meglévő választások után majd biztosan fogjuk látni, hogy ezek a lehetőségek, ezek hogyan tudnak kitökéletesedni. Magosz kezdeményezésére, de a kormány teljes egyetértésével az Európai Unió támogatási rendszerét és ajánlásait figyelembe véve lett átalakítva a területalapú támogatás. Ez azt jelenti, hogy 150 ezer euró támogatásnál van az uniónál a felső plafon, e fölött 5%-os csökkentés van. Magyarországon, mivel a tulajdon 300 hektár, a művelt terület jogszerűen 1200 hektár, ezt követően csak így lehet bővíteni, már nem lehet e fölött, ezért a kormány úgy döntött, hogy a birtokpolitikát, a támogatáspolitikát és a vidékpolitikát egy egységben kívánja alakítani. Éppen ezért 1037 hektár a 150 ezer eurós plafon, e fölött 5%-os elvonás van 1200 hektárig, 1200 hektár fölött az alaptámogatás, az összes területapú támogatás 70%-a elvonásra kerül, csak a 30% lesz kifizetve 1200 hektár fölött. Ezzel szemben viszont a kormány az egyes munkaigényes ágazatoknál, mint állattenyésztés, kertészet és vetőmag esetében kiemelt termeléshez kötött támogatási programokat indít. Ez 1200 milliárd forint nagyságrend az elkövetkező 6 esztendőben, ez többlettámogatás. Ez azt jelenti, hogy a kis és középvállalkozások a területalapú támogatás 100%-át megkapják, plusz részesednek ezekből a termeléshez kötött támogatásokból is. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy mértékben segíti vidéken a nagyobb létszámú foglalkoztatást, és hát ha ahhoz vesszük, hogy a vidékfejlesztésben 1200 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy a feldolgozóipart új munkahelyek teremtésére,
emberek alkalmazására legyen lehetőség. Ezzel, ez a két hatás együtt már garantálja azt, hogy a vidék megtartó képessége nőjön, és a vidéki életminőség javuljon. Kellőképpen beindítjuk a menetet, na meg a sorban a 35. halasi szüreti mulatságot, és hát a felvonulásban nagyon, de nagyon sokan vesznek részt, és nagyon, de nagyon sokan készültek erre a napra, úgyhogy nekik is majd nagy-nagy tapsot kérnék, szépen köszönöm. És akkor, hogy így nézek a pálya oldalára, ott szerintem a pálya szélén, ha fölemelitek a kezeteket, és ti már látjátok, akkor nyugodt vagyok. Látjátok? Látjátok, jól van. A hagyományokhoz mérten legelől a mustos kocsi érkezik, természetesen Csatári Sándorral, akinek kérnék egy nagy-nagy tapsot, és már látom őket, és jönnek erre. Az ostorosok hangját is lehet már hallani. Ők álltak be, és ők kísérik a mustos kocsit, és vezetik fel a felvonulást, ahogy kell. Akkor most kérnék szépen egy nagy-nagy tapsot, jó? Csatári Sándornak és a csodálatos mustos kocsijának. Szervusztok! Mónika meg olyan tündéri, hogy most ment el mostért, nem, most ment el mostért, és nekem is hoz egy kortyot. Köszönöm szépen a lányoknak is. És már is meg kell, hogy kóstoljuk, jó? Iszunk az egészségetekre. Egészségetekre. Köszönöm, nagyon finom. Rögtön megjött a hangom. Bogár Bálint, és hát jönnek az ostorosok szépen sorba egymás után, nem csöndbe. Jó hangosan, ahogy az kell. Jó volt ez az ostorhang, csak füst is jött hozzá, értem én. Nagy tapsot minden esetre azért, köszönöm a nevükben is. Sikerült, jó van. Ahogy oldalra nézünk, és ti elnéztek jobbra, akkor már is látjátok, hogy elindult, és itt vannak a borlovagrendek. Legelőször a Cultores Moris Redemptionis borrend, aki köszöni a tapsot, Kiskunhalas környékének homokja kincseit érzik és őrzik ők. Ezek közül választott jelképet az avarkori üveg ivókürtöt és a kiskunhalasi borrend. Köszöni a tapsot! Dunamenti Szent Orbán borrend Adony is itt van velünk. Megérkeztek, nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Valamint a gróf Vécsei Károly borlovagrend Soltról látogatott el és tisztelt meg bennünket. Ő utánok, ha jól látom, a hajósi Szent Orbán borlovagrend képviselteti magát. Őket is szeretettel köszöntjük. Külön örömömre szolgál, hogy bemutathatom nektek a horgosi Szent Orbán borlovagrendet, aki szintén itt van, csak úgy, mint a keceli borrendet, akik szintén itt vannak velünk. A kiskörösi gondűző borlovagrend is itt van. Krémer Fülöp borlovagrend Soltvadkertről, a kunsági női borrend is képviselteti magát, köszönjük, hogy itt vagytok. Matiász János borrend Kecskemétről, a Pax Corporis borlovagrend Bajáról, a Szent Vincent borrend Csongrádról. És ha jól látom még, akkor a Telacskai Dombok Szent Dömötör borrendje Bajsáról, és a Vínumister Gránum borrend Esztergomból. Köszönjük szépen a borrendeknek, hogy itt vannak, és hogy megtisztelik rendezvényünket. Közben már itt vannak legelől a mézlovagrendek, Halas és környéke Méhészi Egyesület, gyönyörű
egyenruhába, Halason és környékén egyébként mindig is nagyon sokan foglalkoztak méhészkedéssel, különféle méretekben, néhány családtól az 50-60 családig. Örömünkre szolgál, hogy itt vagytok, szervusztok! Itt vannak a Kiskunhalasi Alapfokú Művészetiskola képviselői is. Intézményük 1959-ben alakult, Városi Zeneiskola egyébként alapfokú művészetoktatási intézményként. Szeretettel köszöntünk benneteket. Aztán a Kiskun Táncegyüttes Kiskunhalasról. Sziasztok! Most a Táncegyüttes 2008 őszén alakult a Kiskunhalasi Művészetiskola végzős növendékeiből. Szerintem példamutató az, amit ti véghez visztek és műveltek hetente, nap mint nap. Örülök nektek, gratulálok. Természetesen a nézők nevében is. Központi Református Általános Iskola is itt van. Az iskolában egyházi nevelés folyik, ezáltal több lehetőségük van az erkölcsös magatartás, a hitéletre, a közösségformálásra is. Szervusztok, örömömre szolgál, hogy itt lehettek és itt vagytok. Imádom, hogy hallom a hangotokat. Sziasztok! Fazekas Mihály Általános Iskola növendékeinek kérnék egy nagy-nagy tapsot, hisz ők komolyan készültek. Látjátok? Na, azt hiszem, hogy ezt külön meg kellene jutalmaznunk egy nagy-nagy tapssal. Hisz, hogyha most azt mondanám bármelyikötöknek, hogy csinálja utánuk ezt a cigánykereket, lehet, hogy bajunk lenne egy kicsit. Nem menne ilyen csodálatosan és nagyon ügyesen. Gratulálok nektek! Ó, hát ez már a profizmus. Itt vannak velünk Magyar Kanizsáról a Tisza Táncegyüttes tagjai, akik szintén nagy-nagy tapsot kérnek, csak úgy, mint a színpad előtt itt beállt növendékekre. A Tisza Táncegyüttes Fürtöcske csoportja is képviseli Magyar Kanizsát, és majd itt is lesznek a nagy színpadon, egyébként a Bagi Lakodalmassal mutatkoznak be. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Sziasztok! Ismét egy gyönyörű mustoskocsi érkezik. Oda nézzetek, felállt, jó magas, hogy mindenki lássa. Szemerédi Tibor! Szevasz, Tibi! Nagyon jó szól. A mustoskocsi és Szemerédi Tibor is köszöni a tapsot. Ők is nagyon készültek, és nézzétek, meg ott kínálják a finom mustot, csak azért, hogy mindenki kapjon belőle. Szent József Katolikus Általános Iskola is itt van. A Kertvárosi Általános Iskola is itt van. Megalakulásuktól szívügyüknek tekintik a népművészet és a néphagyományok tiszteletét és ápolását. Ez külön tapsot érdemel. A Felsővárosi Általános Iskola is itt van velünk. Rengeteg-rengeteg verssel, mesével, népdallal, népzenével köszönt bennünket. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük őket. Épp úgy, mint Lettországból itt van a Kariste folklor csoport. Az Ájdrakule hagyományőrző táncegyüttessel Lettországból. Sziasztok! Ahogy kell, táncol a zenével. A Kariste folklor csoport és az Ájdrakule hagyományőrző táncegyüttes Lettországból érkezett tehát. Őket követik a Napsólyom Íjász Egyesület tagjai. Nagyon szépen felöltöztetek ma is. Szervusztok! Máramarosról érkeztek Erdélyből. Itt van a Szaplovica táncegyüttes. Sziasztok! Thank you.
ifjúsági hagyományőrző csoport érkezik. Ők Sepsiszentgyörgyről érkeztek, testvér településünkről. Szeretettel köszöntünk benneteket. Nagyon-nagyon szépek vagytok és csinosak. Itt vannak a szomszédok is. Csirdöngörő táncegyüttes Rúzsáról, akiket ha jól látom, akkor a részhúrosok kísérnek? Igen, jól látom, részhúrosok. Szevasztok! Na ezt a mosolyt vártam, köszönöm. A Halas táncegyüttes is nagyon, de nagyon kéri a tapsot, hiszen idén 26 esztendősek lettek. Ahhoz képest nagyon jól tartjátok magatokat, mi tagadás. Szervusztok! Ismét egy gyönyörű mustos kocsi kér egy nagy-nagy tapsot. Jaj, de szép ez a zöld traktor. Azt a mindenit. Azt hiszem, hogy nehéz ezt túl kiabálni őket, ezért gyorsan elmondom. Itt van jó hangosan a Kronaki ifjúsági fúvós zenekar, akik 1963 óta fújják. Nagy-nagy tapsot nekik. A Kronaki ifjúsági fúvós zenekart pedig a tűzoltók követik. Itt vannak a lengyel tűzoltók, a tesók. Sziasztok! Na meg itt vannak a mi tűzoltóink is, szervusztok! Ne legyen munkátok a mai napon, jó? Én ezt kívánom! Szevasztok! A Kiskunhalasi Népdalkör zárja a menetet, akik de nagyon jól szólnak, úgyhogy majd nekik is kérünk szépen egy nagy-nagy tapsot, nagy-nagy szeretettel. Köszönöm! Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kedves vendégek, kedves ünneplő kiskunhalasiak! 35. alkalommal ünnepeljük Kiskunhalason a szőlő és a bor ünnepét, a halasi szüretet. A szüretet, mely városunk legnagyobb ünnepe, a vidám múltidézés, az önfeled szórakozás, a baráti találkozók és az örömteli ölelések ünnepe. Igazán jól esik látni, jól esik érezni, hogy ismét együtt a város. A gondterhelt hétköznapok feloldódnak a beszélgetésekben, a zenében, a táncban, a finom borban. Engedjék meg, hogy köszöntsem én is meghívott vendégeinket, akik maguk is hozzájárulnak a szüreti napok rendezvényeinek gazdagságához. Jakab Istvánt, az országgyűlés alelnökét, a MAGOSZ elnökét. Bányai Gábor urat, a parlamenti képviselőnket, Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztési államtitkár urat. Itt köszöntöm testvérvárosaink delegációit is, akik évente, mint ahogy most a felvonuláson is látták, több alkalommal hozzájárulnak zenészeikkel, táncosaikkal, művészeikkel és baráti kapcsolataikkal Halas kulturális eseményeihez. Köszöntöm Németországból, Kronachból Wolfgang Beyer-Grösslein polgármester urat és feleségét,
valamint azt a delegációt, akik emlékezni jöttek a 20 éves testvérvárosi kapcsolatok eseményeire. Köszöntöm Lettország Aizkraukléből Anita Osztrova képviselőasszonyt és kedves kollégáit. Köszöntöm Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről Zsigmond József tanácsos urat és kollégáit, Sándor Juditot, Hengán Hajnalt. Vajdaságból, Szabadkáról köszöntöm Ilija Maravics képviselőtestület elnökét, valamint Kern Imre államtitkár urat és feleségét, és természetesen kollégáikat is. Magyar Kanizsáról hozzánk látogatott dr. Bimbó Mihály polgármester úr és Huzsvár Ervin polgármester helyettes, valamint itt van körünkben, itt a színpad előtt Puskás Károly úr, aki ünnepeink örökös fényképésze és felesége is. Külön köszöntöm a németországi Epsteinből Franz Fluch urat, aki az Európárt Egyesület elnöke, valamint Erdélyből, Algyógy településről a település képviselőjét, Rémusz Borza urat és feleségét. Köszöntöm kistérségünk településeinek vezetőit, és természetesen mindazon résztvevőket, akik saját hozzájárulásukkal is gazdagítják ezt az eseményt. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kiskunhalasiak! Miután az időjárás úgy néz ki, hogy tomba felől fellőket és esőt hoz, azért igyekszem tényleg rövidre fogni, mert az önök ünnepét beszédekkel kár lenne elrontani, és kár lenne tovább húzni időt a mulatságtól és a mögöttem zenekartól, mert pláne nem akarok sok időt elvenni. A mai nap a szőlő és a bor ünnepe Kiskunhalason, és az alasi szüret emlékeket hoz bennünk, akik már deresedő hajjal akár itt a színpadon is állhatunk, hisz a szőlő és a bor ennek a városnak nagyon sokat jelentett a múltban. A szőlő és a bor ezreknek adott munkát és megéletést a múltban, ma már viszont látjuk, hogy ez nem olyan egyszerű, mint régenben volt, és nagyon hiányzik, már vannak, vagy 10 millió magyar fogyasztók, de hiányzik a magyar borkultúrából a nagyobb mértékű fogyasztás. Most nem a kocsmaira gondolok, hanem a kultúrát fogyasztásnak a tömegei, akik önök is lehetnek akár. Hisz a szőlő és a bor ünnepe arról is kell szóljon, hogy nem csak ma, hanem akár minden este valaki a szíve miatt, valaki a jóked miatt, de fogyasszon el legalább egy pohár jó magyar fehér, vagy egy jó pohár vörös bort. Ez nagy segítség ennek Kiskunhalas szőlészének és borászainak. De kedves halasiak, mondottam, ez nem ilyen egyszerű, azért ezt tudjuk. Viszont miután polgármester úr itt beszámolt az elmúlt időszaknak a sikereiről, én, mint nem kiskunhalasi polgár, de az önök képviselője, szeretném kifejezni mindannyiunk kívánságát, akik nem itt élünk Halason. Mi szeretnénk Halasra, egy erős városra büszkék lenni, szeretnénk a barátai önöknek lenni, szeretnénk abban a sorsban osztozni, amit talán, ha önök egyszer összefognak végre, és talán tudnak hozni jó döntéseket, mert mindenki képes erre, mindenki, önök is, akkor esély van arra, hogy Kiskunhalas tényleg a térség központja lehessen újra és újra, erősebb, mint valaha, és ezzel felemel mindenkit Tompától Csikériáig, akár hajósig és vissza Balotaszállásig, Halkakötönyig, hisz önökre számítunk mi, akik nem itt élünk Halason, hogy önök segítik meg a kisebbeket, a gyengébbeket. Kedves halasiak, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, a rendezvényt gratulálok én magam is, mert ez a kavalkád, amit a felvonulás során itt a színpad előtt is, meg a benne a város utcáin lezajlott, ez láttatja, mutatja, hogy Halason sok a barát, Halasnak sok a barátja, és Halast mutatja, hogy összeképes fogni a halasi polgárság. Ezt tartsák meg, ezt a jó szokást, vigyázzanak egymásra, barátaikra, szomszédaikra, és kérem önöket, hogy sose felejtsék el, hogy Halas akkor lesz tényleg hatalmas, ha az önök települése mindenkit fölkarol, önmagát erősíti, önmagát gazdagítja. Ezt kívánva sok erőt, sok sikert önöknek a magam részéről. Megköszönöm a figyelmüket, kívánok jó szórakozást és mindenfajta sikert ennek a városnak, Halas minden polgárának. Köszönöm a figyelmüket, jó szórakozást kívánok!
Kedves vendégeink a Szent József Katolikus Általános Iskolából. Torma Eszter 7. osztályos tanuló következik, aki énekelni fog önöknek. Eszter eredményeit mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a városi Ki mit tudon ezüstérmes lett népdal kategóriában, a Szent Anna énekversenyen pedig második helyezést ért el. Bújdosik a kicsiny madár minden erdő szélére száll. Keresi a párját szegény, ő es olyan árva, mint én. S úgy elmegyek, meglássátok, soha hírem sem halljátok. Mikor híremet halljátok, könnyűitek, hullassátok. Énekeljünk, énekeljünk, Gúzsa Ajosba merre menjünk, édes ide az utcába, László Józsi kapujába, utca, utca, bánat utca, bánat köve van kirakva, az is azért van kirakva, hogy én sírva járjak rajta, nem járok én sírva rajta, nem járok én sírva rajta, járjon, aki rakosgatta, járjon, aki rakosgatta. Este jössz szürkülbé, tűzhelyeket seperbé, mert nem tudod ki őbé, mert nem tudod ki őbé. Tegnap kibé jött volt, kilenc a medhez ott volt, mind a kilenc rohadt volt, s a legényes egy rossz volt. Tegnap skibé jött volt, kilenc a medhez ott volt, mind a kilenc piros volt, s a legényes egy jó volt, mind a kilenc piros volt, s a legényes egy jó volt. Kedves vendégeink a Szent József Katolikus Óvoda szüreti csúlyogatós műsorát fogják hallani és látni a következő percekben, és most kíséri a csúlyogatós szüreti fellépést Kókai Ágnes tanárnő.
salma, csinga, fán, szakítsd le, te barnalán! Ne szakítom, megeszem, mert a halán szeretem! Beérett már a kökény, szedjük tele a kökény! A héja már fekete, mókus is kütélire! Susog, susog a levél, közeleg a hideg tél. Lefőrög a fa levél, lefújta a hideg szél. Kemény dió, magyaró, kis mókusnak ez való. Oldújába elrakja, télen elropogtatja. Szeptember, berberves, fázik benne az ember. Szőlő csikket ad erre, édes legyen születre. Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csőz. Piros alma, de kerek, kóstoljuk meg gyerekek. Ugye édes, ugye jó, nekünk hozta ősz anyó. Ígyunk, együnk, vígan legyünk, fúsulásra nem születünk. Köszönjük szépen az óvodások nagyon színvonalas, szép műsorát, és a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda bemutatkozását társas tánccal folytatjuk. A Szent József Katolikus Iskola és Óvodában szakköri keretek között társas tánc oktatás is folyik. A gyermekek két csoportban heti egy alkalommal edzenek. A foglalkozásokon megismerik a különböző korok táncait, a viselkedéskultúra és a magatartási formák alapszabályait, és ezeket alkalmazzák mind a társastáncban, mind a mindennapi életben. A táncolás során fejlődik mozgáskultúrájuk,
testtartásuk, ritmusérzékük, tér- és formaérzékük, nyitottságuk. Személyiségük színesebb, gazdagabb lesz. Most egy angol keringő formációt láthatnak tőlük a következő tanulók előadásában. Dóci Viktória, 4. A-osztályos tanuló, Kis Anna Szirom, a 4B-ből, Hegedűs Hédi, 5A-s, Horváth Fanni, 5. A-ból, Kőrösi Csenge, szintén az 5. A-ból, Sebők Zsuzsanna, az 5. A-osztályból, Nagykálózi Alexa, az 5. D-ből, Kozma Petra, a 6. A-ból, Berta Lilu, a 6. A-ból, Márta Debora, szintén a 6. A-ból, Balázs Fatime, a 7. A-osztályból, Fog Renáta, Németh Rita, Szalai Edit és Tóth Lujza, szintén a 7. A-osztályból, és Szőke Gréta a 8. A-osztályból. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel. Felkészítő tanáruk Szőkéné Volovár Valéria, tehát azért a családtól nem esett messze a felkészítő tanár, és most ők következnek.
Kedves vendégeink, az elmúlt fél órában a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda bemutatóját látták, és Finta József plébános atya egy pár gondolatot szeretne fűzni ehhez a produkcióhoz. Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, kedves testvéreket, akik eljöttek, hogy megnézzék óvodánk, iskolánk és szakközépiskolánk műsorát. Szeretném önöket meghívni majd a műsor végeztével a katolikus sátorhoz egy kis agapéra, egy kis szendvicsre, pogácsára, egy korty italra. A katolikus sátor a kis színpadnál van, tehát hogyha itt kimegyünk az útra, és elmegyünk jobbra, és befordulunk jobbra, ott fogjuk látni, ott fogunk csődülni. Mindenkit szeretettel kérek, aki csak teheti, hogy Istennek hálát adva azért, hogy nem zuhog ránk most az eső, egy picit még legyünk együtt, és azt a kis szeretett vendégséget, amelyet a Plébánián Karitász csoportja akkora örömmel, szeretettel készített, azt fogyasszuk el, és együtt fejezzük be ezt a születi ünnepet azzal, hogy ott a sátor körül összetömörülünk, és megköszönjük egymás munkáját. Hálát adunk Istennek is. Köszönöm szépen. Yeah.